A 2011-es esztendővel lassan végére érünk a katolikus egyház által is meghirdetett családévének. Évközben sokat beszélgettünk mi magunk is itt a stúdióban kapcsolataink ápolásáról, társas viszonyainkról. De vajon harmóniában élhetünk-e kis közösségeinkben, családunkban, ha mi magunk sem vagyunk egyensúlyban, vagy nem ismerjük mélyen saját személyiségünket? Önismeretre, de tágabban spirituális emberismeretre tanít egy új kötet. Nem kevesebbre vállalkozik, mint az emberi lét titkainak megismertetésére, az ember eredetére, világban elfoglalt helyünkre, szellemi-lelki fejlődésünk stációira. A kötet szerzőjét, állandó szakértő vendégünket, Váradi Tibort köszöntöm. Szervusz Tibor, szép jó reggelt kívánok. Szia, jó reggelt kívánok. Annyiszor halljuk különböző tréningeken, kurzusokon, könyvekben, hogy ismerd meg önmagad. Bennem azért motoszkál a kis ördög, hogy azért 30-40 évesen úgy tűnhet, hogy már teljesen ismerjük magunkat. Legfeljebb vannak mindig olyan hivatkozási alapok, olyan kifogások, indokok, amik elnyomják bennünk azt, hogy meg kéne változnunk, a magunk érdekére fordítsuk saját tulajdonságunkat. Igen, hát ugyebár ez nem egy új keletű felszólítás, több ezer év óta ez egy szlogen, ami a fejlődésre vágyó embereknek szól. Ugyebár nagyon nehéz megragadni ezt a fogalmat, hogy pontosan mit jelent ez az önismeret. Én úgy próbáltam ezt elősegíteni a könyvemben, hogy fokozatokra, skálákra osztottam ezt az amúgy nagyon hosszú folyamatot, hogy ennek van eleje, van közepe, van vége. És hát semmim, tehát egészséges vagyok, hanem itt a lelki szempontok, akár úgy, mint a mentális tudati szempontok. Az alcímben, én úgy gondolom, minden benne van. Évek óta ez az alcíme a fesztiválnak, hogy az egészség, az egyensúly és a teljesség felé. Az egészség az elsősorban erről szól, a testi-lelki egyensúlyról, összhangról. A teljesség pedig arról szól, hogy minden területen az ember megtalálja azokat az értékeket és azokat a lehetőségeket, amivel teljes életet élhet, és egyre inkább csökken a hiányérzete. Mert nagyon sok ember ma attól szenved, hogy hiányérzete van, hiány tudata van, és úgy gondolja, hogyha bizonyos dolgokat, amik nem szerez meg, addig ő nem lehet boldog, és itt általában külső dolgokkal szemben lép fel ez a hiányérzet. Azt szeretnénk picit erősíteni, hogy a boldogság az inkább egy belső minőség. Elsősorban ezen múlik, és csak másod vagy harmad, vagy ki tudja hányat sorban, hogy mennyi külső tárgyat sikerül megszerezni. Hát annál is inkább, mert a boldogság annyira relatív, és mindenki más tért alatta. Vannak, akik úgy tartják, hogy a boldogság az életünkben nem egy tartós állapot, hanem egy ideig, óráig, vagy akár csak pillanatig tartó állapot. Sokkal fontosabb lenne talán a harmóniát meglenni, ami talán egy hosszabb távú terve is lehet az embernek. A harmónia az egyik kulcs szó a te előadásaidban. Igen, hát harmónia vagy összhang. Amikor megkérdezik tőlem, hogy én hogy definiálnám az egészséget, én úgy szoktam definiálni, hogy az egészség az a létezés minden területével való harmónia és összhang. És akkor hát ez a minden terület, ez négy fő területet jelent. Az egyik, hogy harmóniában és összhangban legyünk a természettel, akár itt a természetes, egészséges életmódra, étrendre, életvitelre lehet gondolni. Harmónia és összhang saját magunkkal, önmagunkkal. Itt önértékelés, önbecsülés, önelfogadás kulcsszavakra lehet gondolni. Harmónia és összhang az embertársainkkal, a körülöttünk lévő emberekkel, hiszen kapcsolatok áthatják az egész életünket, szüleinkkel, gyermekeinkkel, házastársunkkal. Pont ez lesz az egyik téma, amiről amúgy beszélni fogok a fesztiválon, Lélektől lélekig a harmonikus párkapcsolatról címmel. És hát a negyedik nagy terület harmónia és összhang mindazzal, amit ember felettinek, vagy személy felettinek, vagy transpersonálisnak nevezhetnénk. Hát ez már inkább a hit, metafizika, vallás területe. Hát egyébként az előadásodban lesz is bőven mit kibeszélni harmónia a párkapcsolatokban, mert itt nem csak magunkat kell megismerni, hanem a társunkat, életünk párját, és gyakorlatilag azt a fajta harmóniát, kölcsönösséget, hogy hogyan is lesz két személyiségből egy személyiség ideálisan. Igen, hát az alapgondolat az lesz az előadásnak, vagy az egyik fő gondolata, amit majd körbejárunk, hogy minden ember valahol a lelke mélyén vágyik a teljességre. És hát vannak, be kell ismerni hiányosságaink, gyengeségeink, és
ezt megfigyelték már a pszichológusok is, meg akik az emberi kapcsolatok tudományával foglalkoznak, hogy nagyon sok ember ösztönösen, sokszor öntudatlanul úgy választ magának párt, férjet, feleséget, hogy a benne lévő hiányosságokat, hiányokat a másik kiegészítse. Tehát a párkapcsolat vagy a házasság révén is öntudatlanul törekszünk erre a kiteljesedésre, és ezért van az, hogy gyakran megfigyelhetjük, hogy mondjuk az egyik fél az mondjuk nagyon racionális beállítottságú, a másik meg inkább érzelmi beállítottságú, vagy az egyik fél nagyon aktív, jön, megy, a másik inkább otthon ül, olvasgat. Tehát ezek az ellentétek sokszor azért figyelhetőek meg egy kapcsolatban, mert kiegészíti egymást a két ember, ami jó egyfelől, másfelől pont ebből fakadnak gyakran a konfliktusok is. De ha úgy fogjuk fel a párkapcsolatot, hogy a másik egy tükör, tükrözi felém azokat a gyengességeket, hiányosságokat, amivel én nem akarok szembenézni önmagamban, akkor felfoghatjuk úgy, hogy ez egy lehetőség a változásra, mármint önmagam megváltoztatására. Tehát az egyik lehetőség az, hogy a másikat akarom mindenáron megváltoztatni, ebből rengeteg konfliktus meg probléma fakad, a másik lehetőség, hogy úgy fogom fel a másikba lévő, esetleg számomra nehezen elfogadható tulajdonságokat, hogy tükör számomra, hogy önmagamban hol kell dolgozni, hol kéne javulnom, erősödnöm, és magamon változtatok, nem a másikat akarom mindenáron megváltoztatni. Hát ezek a lelki vizsgálódgatások, ezek tulajdonképpen nyára összpontosulnak igazán, amikor többet tudunk egymásra is figyelni szabadságunk közelettével. Ha nem is engedheti meg mindenki, talán a családok túlnyomó többsége, hogy elmenjen és kiszakadjon az otthoni környezetből, de mégiscsak többet vagyunk együtt, és talán éppen ezért sem véletlen, hogy nyár elején van hagyományosan ez a ti fesztiválotok, amikor egyfajta nyári életvezetési stratégiát is kaphatunk, hogy a napfényes órák számát hogyan lehet boldogság teljesen is megélni. Igen, hát ez tényleg már hagyomány minden évben, általában június első vasárnapján, amikor a nyár kezdetében lépünk, ott van ez a fesztivál. Például, hát ugyebár beszéltünk az egészségszóról nyáron, tényleg ott vannak a friss gyümölcsök, zöldségek, tehát akár a táplálkozás terén sokkal több a lehetőség. Nagyon sokan ilyenkor biciklire pattannak és biccajoznak, tehát akár a mozgás részéről is könnyebben megoldható, mint mondjuk a hideg téli estéken. Tehát a nyár az tényleg egy lehetőség a töltődésre. Például a természetgyógyászat azt vallja, az a megfigyelése, hogy télen az ember picit ellustul, kicsit egészségtelenebbül táplálkozik, nincs annyi friss gyümölcs, zöldség, és akkor a tavasz, és aztán a nyár lehetőséget ad, hogy megtisztuljunk testileg, lelkileg azoktól a fizikai, lelki mérgektől, nehézségektől, amiket hát főleg a sötét téli hónapokban szerzünk. És fejben, agyban is megtisztuljunk, mert azt gondolom, hogy innen, itt fejben dől el minden, és aztán utána meg mi, mennyi gondot okozunk magunknak, hogyha fejben káosz van, akkor ez a testi tünetekre és a testi betegségekre is kihat, és gerjesztünk magunknak betegségeket. Igen, tehát ez alapelv, hogy az ember pszichoszomatikus lény, és a test meg a lélek az csak elméletben választható szét egymástól, annyira szoros a kettő közötti kapcsolat, hogy a testi változás kihat a lelkire, és a lelki a testire. Tehát nem csak épp testben, épp lélek, hanem épp lélek, épp testben. Tehát oda-vissza hat, ha fáj a fejem, vagy fáj a fogam, ez kihat a lelki állapotomra, sokkal nyomottabb leszek, de ugyanígy, hogyha sokáig rágódok valamin, vagy aggódok valamin, előbb-utóbb mondjuk gyomorfekélyem lesz. Tehát a kettő összefügg, és ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy a életmód és a gondolkodásmód megváltoztatása az párhuzamosan történjen. Most ebbe is sok segítséget fogunk adni, mert lesznek workshopok, önismereti workshopok, reformkonyha workshop, párkapcsolati workshop, életviteli workshop, tehát ahol sok az előadások önnál inkább ott inkább elmélet lesz, de azért oda is lesznek majd belefűzve gyakorlati dolgok, de a workshopok kifejezetten a gyakorlati tanácsokra mennek rá. A személyességre talán, amikor jut 5-10-15 perc is, akár egy-egy érdeklődőre, és kaphat olyan hívószavakat, kulcsmondatokat, amik esetleg ráébreszthetik, hogy hoppá, az utamat egy picit arrébb kell vinnem. A workshopok azok csoportosak, kis csoportosak lesznek, viszont amire te célzol, lesznek egyéni konzultációk, ahol különböző területek szakemberei várják tényleg
egyénként az embereket, tehát ott tényleg négy szem közt lehet akár egy biológiai fogásszal, vagy egy kineziológussal, vagy egy kiropraktőrrel konzultálni, és személyre szabott tanácsot kérni, hát amennyi belefér egy ilyen rövid időbe. És neves visszatérő előadók is lesznek, mint például Bagdi Emőke, aki egy nagyon érdekes előadással készül, egészség, boldogság, küzdő képesség, amiről azt gondolnám, hogy ezek ellentétes kifejezések, hogy a mai küzdelmes életünkben a küzdő képesség az vajon nem a boldogságunk rovására van-e, de ezeket az ellentét párokat mindenképpen szerintem Bagdi Emőke feldolgozza délután 15 órától a Petőfi Csarnokban a Napfényes Fesztivál helyszínén, amely azért egy spirituális találkozási pont is, ha csak Tolcsvai Lászlóba gondolok, igen, az egyik sztárvendégre. Igen, ő lesz az egyik úgymond sztárvendég, Sáfár Mónikával együtt, ők ugyebár zenélni, énekelni fognak. Azt hangsúlyoznám, hogy ez egy családi rendezvény, tehát például rengeteg gyerekprogram lesz, ahol a gyerekek is feltöltődhetnek, szórakozhatnak, kikapcsolódhatnak, és mellette párhuzamosan a felnőtteknek hát komolyabb lelki, szellemi táplálékot próbálunk nyújtani. Tehát lesz például egy mini cirkusz, ahol ahova egy-két óránként a gyerekek bemehetnek majd, és hát szokás szerint lesznek bűvészek, bohócok, bábjáték, tehát gyerekeknek mindenféle programok, sőt lesz egy meseösvény, egy hét, azt hiszem hét sátorból álló meseösvény, ahol különféle játékok, meg hát élmény szinten különböző érdekesek lesznek majd a gyerekek számára. A spiritualitást pedig Tolcsvai Lászlói képviselik a produkciójukkal, Sáfár Mónikával közösen, és szerintem 100%-osan biztos vagyok benne, hogy akár a Mária evangéliuma, vagy akár a magyar mise részletei is felcsendülnek majd fél hattól. Én is így tudom. Igen, nap hogy... folyamán. Nagyon szépen köszönöm, sok látogatót és szép napfényes nyarat, aztán pedig ősszel folytatjuk a beszélgetéseinket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.